Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjön egy kis Evolve Wraith játékmenet. Talán az egyik legelegánsabb szörny. Nektek melyik a kedvencetek? Nagyon szeretem a Wraithet, mert egy nagyon kis elegáns. Úgy összesítve az összeset szeretem, de talán a kedvencem az a Goliath lesz. Mert nem tudom, szeretek úgy zúzni, törni, stb. De mindegyiket szeretem valamiért. Egy kicsit OP voltam ebben a körben, ugyanis végig velem volt egy Goliath, hogyha a kampányban ugye játszol és szörnyként megnyerod az első pályát, akkor kiszabadítod azt a Goliathot, ami folyamatosan követ téged és harcol veled. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy enyhén OP voltam ebben a körben, de nagyon jól esett tulajdonképpen, mert a mesterséges intelligencia a játékban nem egyszerű. Azt kell mondjam, és nagyon meg tudja nehezíteni a dolgodat, úgyhogy persze ez abban az esetben, arról az esetről beszélünk, hogyha nem állítod be magadnak a játékot, hogy minden szuper easy legyen, abban az esetben a mesterséges intelligencia nagyon komoly tud lenni, úgyhogy most beszélgetni fogunk egy kicsit ugye a szörny mesterséges intelligenciáról, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele, de azért eléggé meg tudja nehezíteni a szörny az ember életét Evolve-ban, és a mesterséges intelligenciának egy nagyon jó taktikája van, és erről a technikáról szeretném rántani tulajdonképpen a leplet, hogy hogyan dolgozik a mesterséges intelligencia, mind szörny és mind vadászok szempontjából, egy kicsit talán megkönnyítve nektek ezt a bizonyos játékot, szóval mindegyik szörnynél van ez itt, tehát ez nincs kivétel, ez abban az esetben igaz, ez a technika, hogyha nem állítasz a játékon semmit, hogyha nem balanszolod a játékot a te oldaladra, mondjuk, hogyha vadász vagy, akkor a vadászok lennek előnyben, hogyha szörny vagy, akkor szörny legyen az előnyben, mondjuk, ha szörny vagy, akkor mindegy, de hogyha vadász vagy, és nem ugye a custom gameplay-re nem állítod be, hogy téged favorizáljon a játék, akkor ebben az esetben úgy néz ki, tehát ez egy személyes tapasztalat, egy személyes észrevétel, nem olvastam utána sehol, nincs leolva sehol, ezt vettem észre, hogy ezt csinálja a szörny, és így próbál meg legyőzni téged. Nos, az első lépése ugye, amint belépsz a pályára, az gyakorlatilag az, hogy addig nem igazán fogsz találkozni a szörnyel, amíg el nem éri a második fázist gyakorlatilag, és nagyon ritka az, amikor utoléred a szörnyet, és gyakorlatilag harcba keveresz, de ugye mivel a mesterséges intelligencia jól menekül, ezért a szörny nagyon ügyesen tud elbújni előled, és gyakorlatilag ugye az első lépés a szörnynek az, hogy felfejlődik második fázisba, felveszi a full páncélt második fázisban, és akkor lesz az a pillanat, amikor az első csatározásod megtörténik, és addig fog küzdeni, amíg le nem megy a páncélja, vagy éppen hogyha csapdában van ejtve a kupola alatt, ugye a shield alatt, a Trappernek a shieldje alatt, akkor addig küzd, amíg az le nem megy, utána újra elmenekül, és tehát lemegy először a páncélja, egy második fázisban találkozol vele a leggyakrabban, az az első összecsapás. Ha lemegy a páncélja, elmenekül, újra tölti a páncélját, és lehetőség szerint evolvolni kezd, és 10-ből 9-szer evolvolni is fog a harmadik fázisban. A harmadik fázisnál megint fog lenni egy csata, tehát úgy jön, hogy felétek jön, így van megcsinálva, skriptelve, nem tudom, és akkor megint lesz egy csata, és lemegy a páncélja, majd elmenekül, és újra feltölti a páncélját, és akkor lesz a végső csata, na de akkor 100% hogy veszítesz a szörny ellen. Tehát olyan nincs, hogy ne veszíts a szörny ellen. Illetve nagyon jó csapatot kell, hogy legyen, hogy ne veszítsetek a szörny ellen, mert a harmadik fázisban a második csata, hogy úgy mondjam, az a vadászok végét jelenti. Tehát még egyszer elismételve, az első dolog, amit a szörny csinál, először is első fázisban, második fázisba fejlődik, majd lesz egy csatározás, lemegy a páncélja, elmenekül, és felfejleszti a páncélját, harmadik fázisba megy. Harmadik fázisban lesz egy csata, ahol lemegy a páncélja, és elmenekül, és akkor feltölti a páncélját, és ott lesz egy végső csata, ahol elválik, hogy ki győz, de többnyire a szörny szokott már abban az esetben, mert mert gondolom úgy van beszkriptelve a mesterséges intelligencia, hogy ez szörny jobban küzdjön. De vigyáznod kell, mert hogyha a második fázis első csatájában nem vagy elég ügyes, akkor természetesen akkor is a szörny győzhet. Na most hogyan lehet legyőzni a szörnyet? Az egész játék alatt két lehetőséged van, hogy legyőzd a szörnyet. Az egyik pedig, ha nagyon szerencsés vagy, megtalálod első fázisban, nem hagyod elmenekülni, és megint csak, tehát normál esetben a második fázis első csatájában, ami után lemegy a páncélja, nagyon ügyesnek kell lenni, és üldözni kell, nem hagyni elmenekülni, nem hagyni enni, és hogyha mondjuk másfél-két percen belül képes vagy megakadályozni, hogy egyen, és felfejleszte a páncélját, akkor újra csatába fog szállni, és akkor minden esély megvan arra, hogy legyőzzétek a második pontnál. Hogyha akkor sem sikerül, és megint csak elmenekül, akkor ugye nincs mit tenni, mert majdnem biztos, hogy fel fog fejlődni a harmadik fázisba, de viszont még mindig nem veszett az ügy, mert a harmadik fázisban ugye sor kerül egy csatára, tehát, és gyakorlatilag a harmadik fázisban két csatára kerül sor jobb esetben, rosszabb esetben csak egyszer. Na most a harmadik fázis első csatájában megint azt kell eljátszani, mint a második fázisban. Lemegy a páncélja és megpróbál elmenekülni. Viszont a harmadik fázisban, miután lemegy először a páncélja, már nem fog olyan intenzíven menekülni, és hogyha képes vagy tartani megint csak vele az iramot, és megpróbálni nem engedni, hogy egyen, akkor gyakorlatilag szinte támadni sem fog, hanem mindig megpróbál menekülni és felfejleszteni a páncélját. Ez egy ilyen mesterséges intelligencia hiba, bug, nem tudom, vagy bármi, de nem fog olyan intenzíven támadni, mint a második fázis csatájában, vagy mint a harmadik fázis első csatájában gyakorlatilag, és hogyha megakadályozod, hogy egyen, megakadályozod, hogy ne meneküljön el, és akkor nem lesz olyannyira nehéz követni, akkor gyakorlatilag ott van az egyetlen esélyed, illetve a második egyetlen esélyed, hogy legyőzd a szörnyet, mert hogyha még akkor is elmenekül, és te nem követed, és újra szedi a páncélját gyakorlatilag, akkor ott vége a bulinak, ott nem fogsz tudni már semmit sem csinálni, mert szinte gyakorlatilag meg fog ölni a szörny, hogyha persze van egy baráti társaságod, akivel ügyesen ki tudjátok játszani, de szinte lehetetlen, mert nagyon ügyesen küzd, és ha valakit leterít, akkor azt nem engedi, hogy újra felé leszétek, úgyhogy tökösnek kell lenni ám azt kell, hogy mondjam, a szörny ellen, és mondom, ez a két esély van arra, hogy legyőzd, tehát második fázis első csatája után, vagy harmadik fázis első csatája után. Első csata alatt ugye azt értem, hogyha lemegy a pajzsa neki teljesen, és akkor nem engedni, hogy egyen, és nem engedni, hogy elmeneküljön, és akkor minden esélyen megvan arra, hogy lehessen győzni a szörnyet. Úgyhogy például célszerű, hogyha Trapperrel játszol, akkor látod, hogy lemegy a szörnynek a pajzsa, és tudod, hogy el fog menekülni, csapdába kell ejteni. És ugye akkor nem tud elmenekülni, nem tud kaját keresni magának, de vigyázni kell, mert amint lemegy a Trappernek a shieldje, azonnal elkezd menekülni, és közelében kell lenni, és nem szabad hagyni, hogy egyen. De hogyha sikerül a félig levinni az életét, még ha újra tölti is a páncélját, már nem lesz annyira erős gyakorlatilag, és megint csapdába ejteni, megint lezúzni egy kicsit, és így tovább, úgyhogy a Trappernek, vagyis ugye a csapdaejtőnek, annak azért egy kicsit trükkösnek kell lennie ezzel kapcsolatban. Nos, köszönöm a figyelmet, remélem élveztétek a játékot, sziasztok!